Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a Disney hercegnők mind egy kaptafára készültek, pedig valójában nagyon komoly tervezés áll mindegyik karakter mögött, sőt az sem ritka, hogy valódi emberekről mintázzák őket. De vajon mi kell ahhoz, hogy valakiből valódi Disney hercegnő váljon? Spoiler, nem árt, ha amerikai vagy. Én Zabolai Margó vagyok, és ez lesz egy sztori, amiben elmesélek neked egy történetet, hogy neked is legyen mit elmondanod másoknak. Az 1937-ben filmvászonra lépő hófehérke hajviseletében és ceruzavékony szemöldökében nem nehéz felfedezni a kor népszerű színésznőinek, Claudette Colbertnek vagy Marlene Dietrichnek a stílusjegyeit. Hófehérke drámai mozdulatai viszont March Champion amerikai táncos és színésznőnek köszönhetőek, aki ekkoriban Art Babbitt felesége volt. Art Babbitt a Disney egyik rajzolója, ő alkotta meg egyébként Goofy karakterét. March Champion egyes jeleneteket eljátszott, amit filmre vettek, és később ez segítette a rajzolókat, hogy életű mozdulatokat kölcsönözzenek a hófehérkének. Ennél is érdekesebb viszont, hogy hófehérke gonosz mostruháját az 1000 évvel korábban ért naumburgi utáról mintázták. A 13. század közepén épült naumburgi dómra a templom alapításához hozzájáruló adományozók életnagyságú szobrai kerültek. Naumburgi utákor már több mint 200 éve halott volt, ám a róla készült festett homokkő szobor annyira élethűre sikerült, hogy az művészettörténeti szempontból is nagy jelentőséggel bír. A szobor azonban akkor vált szélesebb körben is ismerté, amikor a II. Világháború alatt a németek felfedezték maguknak, és tulajdonképpen az ária női szépség ideává kiáltották ki szegény naumburgi utát, akinek nyilván semmi beleszólása nem volt ebbe a dologba. Ennél sokkal modernebb inspirációhoz nyúltak az 1989-es Kis Hablány alkotói. Ariel megrajzolásáért Glenn Kane és Mark Hamm voltak a felelősök, akik ehhez Alyssa Milano arcvonásait vették alapul. Alyssa Milano ebben az időben 17 éves volt, éppen úgy, mint Ariel a mesefilmben. Érdekesség viszont, hogy ő maga nem tudott róla, hogy az ő fényképei inspirálták a rajzolókat egészen addig, amíg a Disney fel nem kérte, hogy vezesse a The Making of the Little Mermaid című dokumentumfilmet, és itt a koncepciórajzok megismerésekor szembesült vele, hogy az ő fényképeit használták fel Ariel megrajzolásához. Muszáj megemlítenem még Ursulát, akit sokan minden idők egyik legjobban sikerült Disney gonoszának tartanak. Ursula hangját sokáig keresték, mert a karakterbe több színész és énekesnő bicskája is beletört. A választás végül Pat Carrollra esett, aki később azt nyilatkozta, hogy Shakespeare-i színészekből és használt autókereskedőkből gyúrta össze Ursulát. Ursula külső jegyeit egyébként többek között egy amerikai színész és drag queen Divine inspirált, és a karakternek eredetileg 8 csápja volt, amit később anyagi megfontolásból 6-ra csökkentettek. Mark Hamm dolgozott az 1991-es A szépség és a szörnyetegen is, itt az alkotó társa James Baxter volt, és az animátorok egyetértettek abban, hogy ezúttal egy sokkal európaibb karaktert szeretnének megrajzolni. Bell karakterének megalkotásához James Baxter többek között a francia szobrász és festőművész Edgar Degas balerináit tanulmányozta. Bell hangját az amerikai színész és énekesnő Paige O'Hara adta, akinek a performance-et fel is vették, és az ő mozdulatait is beépítették Bell karakterébe. O'Hara később azt mondta, hogy a családtagjai azt állították, hogy már a film első megnézésekor felismerték Bell karakterében az ő mozdulatait és mimikáját. Bell arcát viszont Audrey Hepburn színésznő arcáról mintázták, sőt Bell híres báli ruháját is a színésznő Római Vakáció című filmben viselt kosztümje inspirálta. Hófehérke óta egyébként Bell volt az első olyan Disney hercegnő, akinek sötét haja volt, a következő évben, 1992-ben azonban megjelent az első színesbőrű Disney hercegnő, megjelent ugyanis az Aladdin és Benné Jasmine hercegnő. Persze, hogy ő valójában mennyire arab, arról sokat lehetne vitatkozni, Joan Cody írónő szerint körülbelül pont annyira, mint a baseball vagy az almás pite, és ezt támasztja alá az is, hogy Mark Hamm asztalán a saját lánytestvérének a ballagási fotója szerepelt, és ezt használta inspirációnak, amikor Jasmine-t megrajzolta. Ugyan nem hercegnő, de muszáj egy pillanatra kitérnem Aladdinra, aki hozzám hasonlóan valószínűleg nagyon sok lány fejébe ültette be a gondolatot, hogy a srác, aki csóró, és az első pillanattól kezdve hazudik róla egy kicsoda, de szép kockás hasa van, ő lesz a te herceged. Az Aladdinról készült legelső vázlatokhoz Michael G. Foxot használták fel inspirációnak, ám a stúdió vezetője nem volt elégedett a képekkel, és azt szerette volna, ha egy olyan karaktert rajzolnak, ami a nők számára vonzóbbnak tűnik. Kösz. Glenn Kane ekkor a Top Gunból ismerté vált Tom Cruise karakteréhez nyúlt, tőle vett át a felhúzott szemöldököt és a félmosolyt, és később egy dokumentumfilmben azt mondta, hogy úgy érezte, hogy Tom Cruise-nak minden egyes pózában van valamiféle magabiztosság, és mindig úgy tűnik, mintha lenne egy trükk a tarsolyában. Lelki közösséget érzek Nicole Kidmannel.
Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, oszd meg, kommenteld, iratkozz fel, de még ennél is jobban örülök annak, hogy csak elmeséled valakinek a Disney hercegnők mögött álló valódi emberek történetét. Én Zabolai Margó vagyok, és ez lesz egy sztori, jövő héten találkozunk.